Köszöntöm a nézőket, ez a Közügyek, Loboda Árpád vagyok. A műsorban foglalkozunk a választásokkal, de a legfrissebb EU országjelentés is taglaljuk. Mi az, amiben Brüsszel szerint Szerbia előrelépést ért el, és milyen feladatok vannak még hátra az ország számára. Körbejártuk a szabadkai vasútfejlesztést is, megnézzük, hogyan haladnak a munkálatok Szabadka központjában és távolabb is. Szó lesz még a horvátországi kólabotrányról, de utazunk is Isztambulba és Norvégiába. Tartsanak velünk! Választások 2023. December 17-én választ Szerbia, a Vajdasági Magyar Szövetség ismét egyedül indul a köztársasági parlamenti mandátumokért. A kampánnyal és a programmal kapcsolatban vendégem a párt alelnöke Kovács Elvira. Köszöntöm a Közügyekben. Jó estét kívánok! Elindult a kampány, a VMS Vajdaság szerte rendezvényeket szervez, lakossági fórumokat, találkoznak a helyi emberekkel. Mivel mennek a terepre, mi az, amivel megszólítják a polgárokat? A Vajdasági Magyar Szövetség klasszikus programokat szervez, kampányrendezvényeket, úgynevezett közösségi találkozásokat, elsősorban azért, hogy mindenkivel találkozunk a terepen, és beszéljünk a választási programunkról, az elképzeléseinkről, a célokról, illetve az eredményekről. Az mögöttünk levő időszak rövid volt, de egy év alatt is sikerült konkrét eredményeket fölmutatni, úgy az infrastruktúra terén, mint például a vízlecsapolás illeték eltörlése terén, vagy évről évre, hogy mindannyiunk számára fontos az anyanyelvű oktatás, a részarányos foglalkoztatás és a törvények összehangolása terén. Egy picit csúsztunk, de aránylag egy rövid tempós kampány elé nézünk. Azonnal az aláírás gyűjtés után az aktivistáinkkal, a terepen levő segítőinkkel beszélgettünk, illetve őket készítettük föl már most. Az elkövetkező napokban indul a mozgósító kampány, ők meglátogatják a polgárokat, és szerény ajándékkal ajándékozzuk meg őket. Pontosan arra szeretnénk mindenkit emlékeztetni, vagy fölhívni a figyelmüket arra, hogy köztársasági parlamenti választás lesz december 17-én. Nyilván néhány nap múlva világos lesz, hogy tartományi parlamenti választás is kiírásra kerül. Az ünnepekre való tekintettel persze próbálunk ilyen ünnepi rendezvényeket is szervezni, mert egyébként is szerveznénk mikulásvárást, majd december hónap folyamán adventi gyertyagyűjtést. Tehát a fórumaink is tarkítani fogják ezeket a rendezvényeket, de persze klasszikus lakossági fórumok, melyeken elsősorban mondom a programról fogunk beszélni. Ezzel párhuzamosan próbálunk úgynevezett tematikus napokat is szervezni, tehát ha egy-egy tisztségviselőnk, Pásztor Bálint megbízott elnökünk, illetve Juhász Bálint és jó magam, már eljövünk egy településre, akkor megnézzük például az iskola felújítást, találkozunk prosperitáti nyertesekkel, ösztöndíjasokkal, és hát egy tőlünk megszokott, klasszikus, én remélem, hogy gazdag és pörgős kampány vár ránk. Ugye már még bő egy hónap van, vagy egy hónap van a kampánycsendig, ami december 14-e említette, számos rendezvény lesz. Még nagyon az elején tartanak, de milyenek a visszajelzések a polgároktól a párt választási programjával kapcsolatban? Látják, értik azt, amire önök gondolnak? Igen, mi azon ritka pártok közé tartozunk, akik valóban választási programmal indulunk. Egy picit módosult a választási program az előzőhöz viszonyítva, mert a választási program elemeiből épül aztán fel a koalíciós szerződésünk, és így a mandátum végén, ez alkalommal sajnos csak egy év után, meg lehet nézni pontosan, hogy mi az, amit megvalósítottunk a koalíciós szerződésből, illetve a választási programból. Persze, mivel a vajdasági magyarság javarésze mezőgazdaságból él, a mezőgazdaság, nyilván az egészségügy, szociálpolitika, tehát különböző területekre is kitérünk. Most olyan szempontból módosult a programunk, mert nem kerülhetjük meg azt, ami körülöttünk történik. Tehát elsősorban a biztonságpolitika és a
migránsválság, nem először beszélünk erről, még 2015 óta, amióta először ilyen nagyszámú migráns jelent meg, és a balkáni vonal miatt pontosan a mi régiónk, és egy ideig nyilván Magyar-Kanizsa, most az utóbbi időben Szabadka és a Szabadka környékbeli települések, illetve a magyar határ közelsége miatt. Tehát mi azt hangoztatjuk, hogy Szerbia polgárainak a biztonságát kell biztosítani, és sokáig nem volt partnerünk ebben, vagy másképpen gondolkodtak a szerbek, tehát a többségi pártok. Végre eljutottunk oda, és ez látható is abból, ami a terepen történik. És a választási programunk egyik kiemelkedő eleme az, hogy mindig rendőri és csendőri jelenlétet kell biztosítani minden olyan településen, ahol migránsok vannak, illetve az embercsempészeket komolyabban kell büntetni. Tehát a büntető törvénykönyv azon szabályozását alkalmazni kell, amely előírja, hogy mindenkit, aki részt vesz ebben, nem lehet szemet hunyni a taxisok fölött. Hogyan sikerült, vagy mi volt ez a lépés? Említette, hogy 15 óta hívják fel a figyelmet erre a nagyon-nagyon negatív jelenségre, ami Észak-Vajdaságot érinti, a migrációt. Mi volt az a lépés, amivel végre át tudtak jutni a szerb pártok felé, a minisztérium felé, hogy cselekedni kell, mert most látjuk, hogy mi történik. Rendőri erők, csendőri erők, komoly technikai háttérrel kint vannak az erdőbe, az utakon ellenőrzések mindenütt, és az eredményét is látjuk, ki kell mondani, hogy migráns kevés van elvétve látni őket. Elsősorban Pásztor István elnök úr kitartó politizálása, illetve Pásztor Bálint, aki maga a parlamentben is többször felszólalt meg, hát mi néhányan, és minden alkalommal fölhívtuk a belügyminisztert, és rámutattunk, illetve bármikor alkalmunk volt Alexander Vučić államfővel tárgyalni erről a problémáról, elmondtuk, hogy néz ki Szabadka központja vagy a környék, és igenis ki kell jönni a terepre, és több ilyen akciót szerveztek, csak aztán azt láthattuk, hogy lassacskán visszaszivárogtak a migránsok, és világossá vált mindenki számára, hogy állandó akciót kell szervezni, és ha már egyszerűen létezik befogadó központ, tehát mi nem utáljuk az embereket, csak rendet kell tartani, tehát nem normális, hogy valaki dokumentáció nélkül azt csinál, amit akar, illetve nyilván nem utolsó sorban a magyar-szerb együttműködés, miben úgy szintén, tehát mi vagyunk és voltunk a kapocs, és szerencsére ugyanazt gondolja, nem most már, vagy hasonlóképpen gondolkodik Szerbia is, mint ahogy Magyarország. Egy időben láthattuk ezt a hármas magyar-szerb-osztrák trilat együttműködést, de nyilván az osztrákoknak csak az volt a céljuk, hogy bevezesse Szerbia a vízumokat azok irányában, akik egyszerűen megjelentek Bécsben, például az induszok, és Szerbia meglépte ezt a kérdést, azóta ők nem olyan hangosak ebben a kérdéskörben, de a mi számunkra az a fontos, hogy a szerb belügy, és állandó kapcsolatban vagyunk velük, a terepről jelezzük a helyzetet, és tényleg keményen, komolyan végzik a dolgukat, és ez valóban látható ennek a konkrét eredményei. Reméljük, hogy ez hosszú távon is így marad, vagy míg el nem múlik ez a dolog. Párt programjának az egyik vezérgondolata a Szerbia EU integrációja, azonban látjuk, hogy igencsak nehézkesen alakul. Önnek ebből első kézből vannak tapasztalati, ugye bár a Parlament Integrációs Bizottságának volt az elnöke. Mi a gond ezen a téren? Meddig tudják önök támogatni az EU integrációt? Igen, nem egyszerű erről a témáról beszélni, mert egyértelmű, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség alakulása óta Szerbia európai integrációja mellett áll ki, de sajnos azt is látjuk, hogy nagyon lassan halad a folyamat, és egyszerűen nem osztályozzák, nem értékelik kellőképpen mindazt, amit Szerbia megtett, és valóban Pásztor István elnök úr utolsó napjaiban is, amikor az ő instrukciója alapján készítettük a választási programot, azt mondta, hogy úgy fogalmazzuk meg, és ez látható, a most már elérhető, olvasható választási programunkban, hogy Európa jövője, tehát Európának észhez kell térnie, Európának át kell gondolnia, hogy vannak-e konkrét megoldásai, javaslatai a háborúra, a migránsválságra, és nyilván a belső döntéshozatalra. Tehát reformálódnia kell, a bővítés elkerülhetetlen, és ez mindenki számára világos, hogy elsősorban biztonságpolitikai szempontból a Nyugat-Balkánnal, meg hát másokkal is bővíteni kell, de át kell gondolni, hogy megreformálódnia, és nem lehet ennyit büntetni bennünket, vagy ennyi várakoztatni Szerbiát, illetve a Nyugat-Balkánt, mert
bizony voltak olyan, vagy vannak még mindig olyan tagállamok, gondoljunk csak Romániára vagy Bulgáriára, akik hát nincsenek fejlettebb, vagy nem fejlettebbek Szerbiánál. Úgyhogy ezt most elég komolyan és szigorúan fogalmaztuk meg a választási programban, valójában ezt gondoljuk, de ugyanakkor az is világos, hogy a gazdasági fejlődés, meg egyéb EU-s programok, persze pénzügyi támogatás kérdésekben mi Európához tartozunk, és ennek a családnak a részévé kell válnunk, tehát Szerbiának is, és nyilván a vajdasági magyarság többsége is ezt gondolja. Ja, én látom, hogy keményen kritizálják, és azt mondják, hogy soha se leszünk EU-s tagállam, de hova máshova tartozhatnánk, tehát ez a természetes út, és vannak már különböző programok, meg jó ideje, amelyekben hasznot látunk, de még mindig a támogatás sokkal kevesebb, talán tízszer, vagy még ennél többször is kevesebb, mint ha már egy másik fázisban lennénk, úgyhogy mi nem titkoljuk ezt, mindig szókimondóak voltunk, ahogy elnök úr is, és ez a politikánk, amin nem változtatunk, csak még hangsúlyosabb elemet kapott a választási programban. Ön szerte Európában olyan politikusokkal tárgyal, olyan fórumokon vesz részt, amelyek meghatározzák a kontinens, az Európai Unió politikájának a jelenét és a jövőjét. Milyenek a benyomásai? Hogyan gondolnak Szerbiára, mint Európai Uniós tagországra? Mennyire van az európai fejekben távol, vagy optimálisabb esetben közel az integráció? Minden megváltozna, amennyiben vége lenne az orosz-ukrán konfliktusnak, mert még a legkeményebb kritikusok is azt mondják, hogy amennyiben nem lenne ez a háború, akkor Szerbia már nyilván újabb fejezett csoportot nyithatna meg, és haladhatna ezen az úton, de mivel Szerbia keményen kiállad mellett, és ezt itt támogatja a VMS is, hogy nem vezetünk be szankciókat Oroszország ellen, ez az, ami blokkol bennünket. Ugyanakkor azért megértőbbek az utóbbi időben, persze még mindig spanyol elnökségről beszélünk, és Spanyolország eleve barátias Szerbiát illetően, ők azt szeretnék, ha valami előrelépés történne. Sajnos szerintem kevés az idő, és nem hiszem, hogy konszenzusra jutnak december végéig. Aztán belga elnökség következik, úgyhogy mindig az elnöklő dönti el, hogy akkor milyen a hangulat, vagy legalább irányítja, de viszont hamarosan magyar elnökség következik, tehát a jövő év második felében magyar EU-s elnökség lesz, illetve az utóbbi időben nagyon sok berlini folyamattal kapcsolatos csúcs találkozó van, és itt arra próbálják Szerbiát, illetve a nyugat-balkáni országokat biztatni, hogy keményebb, vagy erősebb, láthatóbb, konkrétabb regionális együttműködés legyen, és ennek vannak konkrét eredményei a terepen. Úgyhogy ez változó, de véleményem szerint már nem annyira rossz fiúként, vagy negatív figuraként élik meg az országot. Akkor önöknek még sok feladatuk van a választásokig. Köszönöm, hogy a vendégem volt. Én köszönöm a lehetőséget. Választások 2023. Szerbia előrehaladást ért el az igazságügy és a média területén, és további javulás várható a vonatkozó törvények módosítását következően. Ez olvasható az Európai Bizottság Szerbiáról szóló 2023-as jelentésében, amelyet a múlt héten tettek közzé. A testület azonban arra is figyelmeztet, hogy továbbra is jelen van a nyomásgyakorlás mindkét területen. Felrótták azt is, hogy Szerbia nem vezetett be szankciókat Oroszország ellen, valamint a jogállamiság kérdésében is vannak hiányosságok. Az Európai Bizottság úgy véli, hogy Szerbia kész a hármas fejezett csoport megnyitására, amely a versenyképességre vonatkozik. Az EB azonban 2021-ben és 2022-ben is ugyanezt állapította meg, 2021. decembere óta azonban nem nyílt meg csatlakozási fejezet. A jelentés emellett megállapította, hogy a szerbiai parlament a mostani összetételében politikailag sokszínűbb volt, mint a 2020-as választást követően összeállt törvényhozás, de az üléseket a hatalmi koalíció és az ellenzék pártjai közötti kiélezett viták határozták meg.
az ellentétek pedig csak tovább mélyültek a májusi tömegmészárlásokat követően, amikor az ellenzék az utcára vonult. A lövöldözést követően változás történt a reformok prioritását illetően, olvasható a jelentésben. A jelentésben pozitívan írnak Szerbia szomszédságpolitikájáról és a regionális együttműködésekről, valamint az ország gazdasági fejlődéséről, a piacgazdaság fejlődéséről, valamint az uniós piaci erőkkel történő megküzdéséről. Korlátozott előrelépést ért el Szerbia a korrupció elleni harc területén, ami a 23-as fejezethez tartozik. Ez a fejezet, illetve a 24-es adja a gerincét a csatlakozási tárgyalásoknak, így ha nincs előrelépés, nincs csatlakozás. Szintén korlátozott előrelépést állapított meg az EB a szervezett bűnözés elleni küzdelem tekintetében. Ide tartozik például az embercsempészet és az emberkereskedelem, lényegében az illegális bevándorlás megfékezése is. Az Európai Bizottság Szerbiáról szóló 2023-as jelentése kapcsán Várhelyi Olivér uniós bővítési biztos és Ursula von der Leyen a bizottság elnöke tartott sajtótájékoztatót Brüsszelben. Várhelyi akkor azt mondta, hogy az Európai Unió lehetőséget kínál a nyugat-balkáni országoknak a korábbi uniós integrációra, még mielőtt azok ténylegesen csatlakoznának. Az uniós bővítési biztos hangsúlyozta, Belgrádot és Pristinát felkérték, hogy konstruktívabban vegyenek részt a párbeszédben. Várhelyi Olivér kifejtette, az Unió azt szeretné, ha a nyugat-balkáni partnerek mielőbb integrálódnának az EU 4 szabadságjogába, ezek pedig az áruk, személyek, szolgáltatások és a tőke akadálytalan mozgása. The other key pillar of this plan is to help the Western Balkan partners to accelerate the reform process. Because, of course, integrating yourselves with the four freedoms entails difficult, complex reforms to Western Balkans. Ursula von der Leyen a bizottság elnöke elmondta, hogy Pristina érdeke a szerb községek közössége megalakításának megvalósítása. Koszovó számára világos kell, hogy legyen, mit várnak el Pristinától, hogy közeledhessen az EU felé, ezért lenne nagy előrelépés a szerb községek közösségének megalapítása. If we look at Kosovo and Serbia, it is important for us that we give each country its unique possibility to move forward towards the European Union. Az Európai Bizottság jelentése a csatlakozásra váró országok számára az egyik legfontosabb mutató, ugyanis tartalmazza mindazokat a pontokat, amelyeket Brüsszel hiányosságként vagy előnyként él meg az adott országgal kapcsolatban. Ezzel iránymutatásként is szolgál, hiszen látszik belőle, hogy egy-egy országnak mely területeken kell még előrelépést tennie a teljes jogú tagság elnyerése érdekében. Az EU-s országjelentéssel kapcsolatban és egyéb aktuális Európai Uniós témákkal kapcsolatban vendégem Deli Andor, akit Skype-on kapcsolunk. Jó napot kívánok, képviselő úr! A bejátszásban hallhattuk, hogy a legfrissebb fejlemények, hogy az Európai Bizottság, talán ha fogalmazhatok, egy integráció nélküli integrációt lát elő a Nyugat-Balkán számára. Ez milyen előnyökkel jár Szerbia számára? Talán mégis az a megfogalmazás állhatna közelebb az igazsághoz, hogy az integrációt megelőző integráció, tehát hogy maga ez a csatlakozási, tárgyalási, előszobáztatási folyamat, amelyet már ugye Szerbi esetében 10 éves hagyományokra tekint vissza, hogy ez az időszak egy kicsit tartalmasabbá váljon, tehát hogy már ezt a fázist is hasznosabbá szeretné tenni az Európai Bizottság, elsősorban a polgárok, a vállalkozások vonatkozásában. És látjuk azt, hogy a tényleges csatlakozási dátumról senki továbbra sem nem szeretne beszélni, amit én nagyon őszintén sajnálok, ugyanis személyes meggyőződésem, hogy egy
pontosabb dátum meghatározásával egy további ösztönzést lehetne adni nem csak Szerbiának, hanem a régió összes országának, de mivel erre bőszerben nincs meg továbbra sem a hajlandóság, én azt hiszem, hogy már ennek a lépésnek is örülni kell, hogy a harmonizációs folyamatot egy kis tartalommal szeretné föltölteni a bizottság, hogy ne vesszen kárba ez az idő, amelyből már így is túl sok múlt el. Egyébként konkrét lépésekre az áruk, személyek, szolgáltatások és a tőke mozgása terén, amit a brüsszeli tisztségviselők mondtak, ez mit jelent, ha egy hétköznapi példán, vagy pedig egy a nézőink számára is érthető példán át próbálnánk átvezetni? Igen, ez nagyon sok területet érinthet. Természetesen ez mindig ugye előre kell bocsátani, ez a harmonizációs folyamat függvénye, tehát ez nem fog valósággá válni abban az esetben, hogyha a tagjelölt országok, esetünkben Szerbia nem harmonizálja, nem hangolja össze a saját jogszabályait, eljárásait, a megfelelő úgynevezett ugye uniós standardokkal. Példaként említhetnénk például a termékek certifikációját, a termékek megfelelőségi tanúsítványainak a példáját, ami például a kivitellel foglalkozó vállalkozóknak jelenthet majd könnyebbséget, de említhetnénk például az úgynevezett SEPA utalások témakörét, ami a bankközi, nemzetközi utalásoknak jelentősen megkönnyíteni Szerbia és az Unió tagállamai között, de említhetnénk akár a szakképzettségek kölcsönös elismerésének a felgyorsítását, megkönnyítését, vagy még példaként felhozhatjuk az internetes kereskedelem, a különböző geoblockingnak nevezett adatforgalomkorlátozásokat, vagy akár ugye a roaming és a telefonálás témakörét. Tehát ezek mind olyan dolgok, amik felgyorsulhatnak, amik egyszerűsödhetnek, és ez azt hiszem, hogy ebben egyetérthetünk, hogy ha ezek valósággá válnak, akkor ez tényleges előrelépést fog jelenteni a polgárok és a gazdasági szereplők számára is. Egyébként bármilyen gazdasági segítségről, konkrétan itt pénzekről volt szó, amit Szerbiába vagy a nyugat-balkáni országoknak juttatnának pont a felzárkózás miatt? Igen, valóban így van. A bizottság javaslatot tett arra, hogy egy 2 plusz 4 milliárd eurós, tehát összességében 6 milliárd eurós növekedési és fejlesztési eszközt hozzonak létre a tagállamok, ami azt jelenteni, hogy 2 milliárd eurót a nyugat-balkáni országok felhasználhatnának közvetlen térítésmentes támogatásként, illetve 4 milliárd eurót lát elő ez a csomag, ahol az Európai Unió kedvezményes hiteleket biztosítana a tagjelölt országoknak, éppen ezek a felzárkóztatási folyamatok segítése érdekében. Ehhez azonban, tehát semmi sincs ingyen, tehát nincs ingyen vacsora ebben az esetben sem, tehát itt komoly terveket, akcióterveket és lépéssorrendeket kell elkészíteni ahhoz, hogy ezek a pénzek valóban lehívhatóvá váljanak. Tehát a bizottság itt azért nagyon a körmére néz a tagjelölt országoknak, és itt a reformok előre haladtát nagyon nagy nyitóval figyelve követi, és ennek függvényében döntenek majd a pénzelés, illetve a pénzelés további folytatásáról. De ez már egy konkrét segítség akkor. Semmelyik ország jelentés nem képzelhető el a Pristina-Belgrád párbeszéd elemzése, vagy pedig, hát ha úgy fogalmazok, értékelése nélkül. Változik valamelyest a felfogás Brüsszelben, vagy pedig sikerül a döntéshozóknak bemutatni azt, hogy nem a szerb fél, vagy nem csak a szerb féltől függnek ezek a hosszú évek óta fennálló problémáknak a megoldása Koszovóban?
Hát úgy tűnik, hogy igen, és ennek itt az ideje, ugyanis 2003-ban datál az az egyezség, amit a brüsszeli egyezménynek hívnunk, amikor megegyezett a belgrádi és pristinai fél abban, hogy a szerb többségű helyi önkormányzatok egyfajta szövetséget, egyesületet hozhatnak létre. És ennek a végrehajtása a koszovói oldal részéről mai napig nem történt meg, és ezért is fontos az, hogy végre ez nem csak belgrádi követelés ennek az elvárásnak, ennek a kötelezettségnek a végrehajtása, hanem ez most már a brüsszeli berkekből is ezek a hírek érkeznek, és azt hiszem, hogy láthattunk és látni fogunk további nyomást is a pristinai félre annak érdekében, hogy ennek a kötelezettségnek egy megfelelő formában, tehát maga a forma az még ugye egyrészt titkos, másrészt pedig még tárgyalások sora övezi, de mindenképpen várható a közeljövőben, hogy itt lépéskényszerbe kerül a pristinai kormányzat. És ugye Várhelyi Oliver nem csak a Nyugat-Balkánról beszélt, legújabb hír, ugyebár ez múlt héten, hogy Ukrajna is az EU előszobájába lép, amire viszont nem mindenki tekint olyan optimizmussal, ahogy egyesek Brüsszelben. Igen, valóban ebből is látszik, hogy egyfajta hurrá optimizmus övezi Ukrajna csatlakozási kérelmét. Nagyon rövid határidő alatt, tavaly decemberben Ukrajna tagjelölt státuszt kapott, azt a státuszt, amit például Bosznia is szintén csak tavaly kapott meg, független attól, hogy már évekre visszamenőleg készülődtek ezzel ennek a jogállásnak az elnyerésére. És ugyanígy most ugye Ukrajna és Moldávia is egy olyan jogállásban, olyan státusban van, mint az összes többi nyugat-balkáni tagállam. Én fontosnak tartom ugyanakkor, hogy Brüsszel azért ne felejts el a prioritásait, tehát örülünk minden bővítésének az Európai Uniónak, ugyanakkor a prioritás mégis a régebb óta várakozókat van, tehát itt nagyon oda kell figyelni arra, hogy ez a fajta hurrá optimizmus, ami Ukrajna csatlakozását övezi, hogy ez ne csapódjon vissza, és ne okozzon károkat az Unióba vetett bizalmat, ne ingassa meg a balkáni régióban, ugyanis itt már nagyon sok olyan tagjelölt ország van, akik ugye régóta várakoznak, és akik sokkal előre haladottabbak a reform folyamatokban, illetve a jogharmonizációs folyamatokban, és ezzel nem szabad elfeledkezni. És hát nem utolsó sorban ott van a konfliktusok kérdése, tehát ez a balkáni országok szinte mindegyike megkapta már a bővítési csatlakozási folyamatban, legyen szó Észak-Macedóniáról, a görögországi viszonyban, vagy ugye hát a koszovói kérdéskörről nem is beszélve, hogy rendezni kell először a szomszédokkal a problémás viszonyokat, és azután lehet csak a csatlakozások gondolkozni. Magyarán nem akar Brüsszel konfliktusokat importálni az Európai Unióba, hát ez most furcsa módon mégsem vonatkozik az ukrajnai helyzetre. Igen, és ez nem egy kis konfliktus, ez az egyik világhatalommal egy nagyon véres és rengeteg áldozatot követelő konfliktus. De Leandornak köszönöm szépen, hogy a rendelkezésemre állt. Köszönöm a lehetőséget. Szabadkán jelenleg az évszázad vasúti beruházása zajlik. A Szabadka-Szeged vasútvonal már egy ideje készen áll az átadásra, és várhatóan a hónap végén beindul a személyszállítás is a két város között. Ezt tegnapi szerbiai látogatásán erősítette meg Lázár János, magyar építési és közlekedési miniszter. A Belgrád-Budapest gyorsvasút munkálatai már egy ideje nehezítik a közlekedést a városban. A legutóbbi bejelentések szerint a város között pontban található felüljárót még idén át fogják adni.
gőzerővel folynak a munkálatok a Maxim Gorki utcában található vasúti felüljáró építkezésén. Az ígéretek szerint a határidő előtt átadják a Szabadka közlekedését jelentősen befolyásoló beruházást. A munkagépek és az emberek kora reggeltől késő estig szinte megállás nélkül dolgoznak Szabadka központjában. A Maxim Gorki utcát július elején zárták le, és a tervek szerint december derekára be is fejeződnek a munkálatok a felüljáron. A december 22-én meg kellene nyíljon a Maxim Gorki utca alatti új aluljáró. Ez lenne a harmadik aluljáró, ami a hatból elkészülne. Maradt három, az egyik már munka alatt van, az az aluljáró a Koszovói utcába. Az január végére kellene, hogy elkészüljön a megbeszélések szerint. Lehet, hogy egy kis csúszás van, mert különféle problémák merültek föl a kivitelezés során. Az utolsó két alul, illetve fölüljáró az a Losinyi utcai, a Pionírnál az aluljáró, és a Majcsai híd lebontása, mind a két híd lebontása és az újak megépítése, ez abban a pillanatban kezdődik meg, amikor visszaáll a közlekedés a Maxim Gorki utcába. Az utóbbi hetekben a kivitelezők magasabb fokozatra kapcsoltak. Gorán Vészit szerb építkezési és közlekedési miniszter szerint a határidő előtt is elkészül a felüljáró. Biće pre tog roka. Ja moram da kažem da jedna srpska firma, zove se Karin Komec, vrhunski odradila posao. Ja sam insistirao da oni rade, da kažem, eto tako, malo sam upotrebio svoj uticaj, su dobro radili. Jedna druga pre toga firma nije baš dobro radila, ona je u Partizanskoj, to jest nije baš na vreme radila nadvožnjak. I tada kada su dobili, oni su inače već podizvođači, samo se odlučuje koji će deo posla dobiti kod Kineza. Tada sam im rekao da to mora da bude u roku, jer ne smemo da se igramo. Znači nije isto da li ćete na otvorenom putu gde nema stanovnika raditi i tu treba da se radi u roku. Ali tu ako zakasnite 10 ili 15 dana i mjeseca nije strašno, ali kad zakasnite u gradu, to je veoma strašno. Tako da sam ja siguran da će oni to završiti pre roka. A másik Szabadka közlekedését jelentősen befolyásoló vasútfejlesztés a Szabadka-Szeged vasútvonal. 2021. októberében a Horgosi vasútállomáson közösen indította a felújítási munkálatokat Orbán Viktor magyar kormányfő és Alekszandar Vučić szerb elnök. Szerbiában már minden készen áll, és Lázár János magyar építési és közlekedési miniszter tegnapi bejelentése szerint a személyszállítás is hamarosan elindul a két város között. A szerb állam, a szerb kormány mintegy 37 kilométernyi vasutat épített meg, ami teljesen készen van. November legutolsó napjaiban, december elején átadjuk a személyi forgalomnak Szeged és Szabadka között a vasútvonalat. Arra törekszünk, hogy megfelelő közlekedést biztosítsunk a szabadkai és a szegedi polgárok számára. Ennek jegyében zajlik az új menetrend kialakítása. Az út határellenőrzéssel együtt körülbelül 80 percet fog igénybe venni Szeged és Szabadka között, és az a célkitűzésünk, hogy 3 óránkénti járat lehetőséget biztosítsunk a szabadkai és a szegedi polgárok és az utazni vágyó közönség számára. Ez egy nagyon fontos közös programunk lesz, és azon dolgozunk a következő fél évben, hogy ezt a 80 percet a nemzetközi együttműködés keretében lejjebb vigyük, tehát az a cél, hogy 1 órához minél közelebb legyen a menetidő. 80 percről 60 perc felé szeretnénk ezt közelíteni. A Vajdasági Magyar Szövetség már hosszú ideje a szerb-magyar közös vasútfejlesztés egyik fő mozgatórugója. Dr. Pásztor Bálint, a párt megbízott elnöke, tegnap a közügyekben arról beszélt, hogy olyan menetrendet kell kialakítani a Szabadka-Szeged vasútvonalon, ami megfelel az utazók elvárásainak. Arra is szükség van, hogy a menetrend olyan legyen, amely találkozik az utazó közönségnek az elvárásaival. Az a menetrend, amely először megjelent, az egyáltalán nem kielégítő, hiszen nekünk nem arra van szükségünk, hogy naponta egyszer induljon el egy vonat Szegedre, aztán 3 óra múlva jöjjön vissza, hanem arra van szükségünk, hogy gyakorlatilag folyamatosan járjon a vonat a két település között, illetve hát a közbeeső települések között is. Úgyhogy ebben is arra kértem miniszterelnök urat, illetve Lázár János minisztert, hogy ugyan nem miniszterelnöki szintű téma az, hogy milyen a menetrend, de hát az ő személyes tekintélyének alatba vetését is kértem annak érdekében, hogy az a vonat, amikor elindul, akkor a lehető leggyakrabban járjon.
Dr. Pásztor Bálint azt is hozzátette, hogy ha megfelelő gyakorisággal járnak majd Szabadka és Szeged között a vonatok, akkor a vasút egy reális alternatívája lesz a közúti közlekedésnek. Ha sokan járnak majd vonattal, akkor a közúti határátkelőkön is csökkenni fog a várakozási idő. Karácsonyig 18.858 vajdasági gyermekhez jut majd el a szülőföldön magyarul oktatási-nevelési támogatás. Ezúttal már a megemelt összeget, azaz bruttó 100.000 forintnyi támogatást vehetnek fel az érintettek az OTP banknál. A felvétellel szükséges támogatásról szóló értesítések kézbesítéséről a postai dolgozók sztrájka miatt ezúttal a CMH iroda gondoskodik, mondta Bús Otto, a CMH irodák koordinátora. November végén megindulhat a vasúti személyszállítás Szeged és Szabadka között. Dr. Pásztor Bálint, a VMS megbízott elnöke azt kérte az illetékesektől, hogy a menetrend utasbarát legyen, és legalább 3 óránként közlekedjen a vonat a két város között, hogy ezzel kiváltható legyen a közúti határátkelőhely. 14. napja tartanak a rendőrségi akciók Vajdaság szerte. A hatóság emberei több ezer illegális bevándorlót gyűjtöttek be ez idő alatt, valamint számos fegyverre és lőszerre is bukkantak. Az izraeli hadsereg elfoglalta a Hamas katonai rendőrségének főhadiszállását, emellett mintegy 200 olyan célpontot támadott, amelyet a terrorszervezethez köthetőnek vélt. Fegyveres osztagokat, fegyvergyártó műhelyeket és parancsnokságokat is. Horvátországban az egyik legnagyobb alkoholmentes italokat gyártó cég termékei 34 mérgezés gyanús esetet okoztak az elmúlt héten. 2 ember súlyos egészségkárosodást szenvedett, egyik közülük ízesített szénsavas vizet fogyasztott, egy diák pedig kórházba kerül, miután a Zágrábi Egyetem automatájából kólát ivott. A részletekről Kovács Vilmos élelmiszerbiztonsági szakmérnököt kérdezem. Szerbusz, köszöntelek a stúdióban. Mi történt Horvátországban, mondjuk el, hogy mit tudni, mik a tények? Szervusz, jó estét kívánok! Azt lehet tudni, hogy 2 személy fogyasztott üdítőitalt, illetve ásványvizet, ami súlyos egészségkárosodást okozott számukra. A többi eset, ez még nem mondták egyértelműen a hatósági emberei, hogy összefüggésben van-e ezzel a 2 esettel, vagy pedig elkülönített esetről van szó. Egy nagy üdítő ipari gyár termékeiről van szó. Még semmi konkrétat nem tudni, hogy konkrétan a technológiával, a termeléssel volt a probléma, vagy pedig esetleg valamilyen más eredetű dolog történt. Annyit lehet tudni, hogy konkrétan a termékben is és a pohárban is találtak erősen lúgos maró anyagot, amely okozta a fiatalnak az egészségkárosodását. Ez a lúgos anyag, ez hogyan kerülhetett? Ezek hatalmas gyárak, ugye, aki már látott élelmiszerhez kapcsolódó, vagy italokhoz kapcsolódó gyárakat, ezek szalagok, ezek pörögnek, mennek. Hogyan kerülhet egy-egy pohárba, vagy egy-egy üvegbe olyan anyag? Honnan, milyen anyag, hol van egyáltalán lúgos anyag egy ilyen gyárban? Itt még nem tudjuk, hogy mi történt, feltételezések vannak, a hatóság is vizsgálódik. Bevizsgálták az adott tételnek a többi üvegét, hogy így fogalmazzak, viszont azokban nem találtak eltérő pH-t, tehát fogyasztható a termék. Ezért történnek alapos vizsgálatok, hogy magában az üzemben történt a probléma, esetleg disztribúció során, vagy pedig valamilyen termékhamisításról vagy bioterrorizmusról beszélhetünk. Tehát ezek a kategóriák mind fönt állnak, addig még ezt a hatóság, illetve az üdítőital gyártó ki nem vizsgálja és illetve meg nem állapítja. Ugye a mai világban, amikor terrorizmus szó kerül így a beszélgetésbe, akkor erre rá kell kérdezni, kinek lehet célja ilyesmit csinálni, miért egyáltalán? Hát ezt most már, akik ISO 22000-es rendszert működtetnek, azoknak ezzel foglalkozni kell, mint egy szándékos cselekménnyel. Történt az, hogy egy dolgozó akár hanyagságból, akár elégedetlenségéből követően megtörténhet az, hogy valaki kívülről bejutott valamilyen anyagot, illetve megtörténhet az, hogy menet közben valahol valaki termékhamisítás céljából betölt egy üveget, egy tételt valamilyen termékből, most konkrétan ásványvizet, és ez okoz egészségkárosodást.
Az így mondjuk a konkurencia műve is lehetett, hogy rossz nevet adjon a gyártónak? Akár az is előfordulhat. Egyébként milyen biztonsági előírások vannak egy ilyen gyárban, ahol ételt, italt gyártanak és csomagolnak? Mi az, amit, aminek meg kell felelni? A HACCP az jogszabályi követelmény az egész Európai Unió területén, ahogy Szerbiában, ahogy az Európai Unióban is, illetve ez a konkrét üdítita gyárt az ISO 22000 és FSSC 22000-es rendszert működtetett élelmiszer biztonság terén, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen az alap HACCP követelménytől ők már ettől többet tettek, ezt évente auditálják, illetve saját maguk is felülvizsgálják, illetve más egyéb pontokat is kell, hogy ellenőrizzenek, amelyeket úgy értékelik, hogy valamilyen gond lehet, illetve foglalkozni kell ezzel az esetleges veszélyeztetéssel, hogyha valaki szándékosan okoz valamilyen problémát. Konkrétan, amikor ez megtörténhetett ez az eset, akkor abban az esetben ők rögtön el kellett, hogy indítsák azt, hogy összejön az élelmiszerbiztonsági tím, és megvizsgálja a helyzetet, illetve kell, hogy rendelkezzenek eljárással a vészhelyzetekre, a vállalatra helyzetekre való reagálásra, ami tulajdonképpen egy kommunikáció, kapcsolatfelvétel az érdekelt felekkel, hatóság, érintett személyek, cégek, illetve az, hogy ki tudják vizsgálni ezt az ügyet, hogy mi is történhetett. Itt akár komolyabb nyomozásokra is gondolhatunk, hogy aznap volt egy látogató az üzemben, megnézni a kamerafelvételeket, került-e be valamilyen idegen anyag aznap a karbantartás, vagy egyéb területről az üzembe, hogy melyek azok a tényezők, amik esetleg kiadhattak rá, hogy náluk történt valami, illetve azt meg kell vizsgálni, hogy nem valaki kívülről, valahol a cégen kívül követett el egyéb dolgot, hogy betöltötte az üveget, vagy kicserélte, vagy hozzáhígította. Ezek nagyon komoly vádok, nagyon súlyos következményekkel. Említetted, itt beszélgettünk a stúdióban, hogy nem Horvátországban van a gyár, hanem Ausztriában. Szerbia is importálja ezeket az italokat. Hogyan tudjuk megállapítani, vagy a hatóságok hogyan állapítják meg azt, hogy egy import termék biztonságos-e vagy sem? Tehát eleve a gyártó működteti saját HACCP rendszert, illetve egyéb rendszereket, ISO 22000-et, IFS-t, FSSC, amit külső harmadik fél auditál, illetve minden cég végez önellenőrzést, illetve laborvizsgálatokat, illetve a határon a hatóság emberei, attól függ, hogy növényi vagy állati eredetű termékekről beszélünk, melyik hatóság, szintén szükség esetén mintázza a termékeket, és laborvizsgálattal állapítja meg, hogy esetleg tartalmaz-e valamilyen egészségre káros anyagot, illetve hogyha bekerül az Európai Unió gyors kiválasztási rendszerébe egy termék, akkor ezt még szigorúbban és fokozottabban ellenőrzik. Konkrétan ez a cégnek a termékei még nem kerültek be a gyors kiválasztási rendszerbe, azt jelenti, hogy még mindig csak egy elszigetelt esetről beszélünk, mivel hogy az adott gyártási szériában a többi tételben nem találtak ilyen lúgos anyagot, amely egészségre káros. És egyébként, hogyha valami belföldi gyártmányú, ugye van egy-egy kicsikét ilyen rosszindulatú sztereotípia, hogy a belföldi, hát ki tudja, hogy milyen pincébe pancsolják, azért itt is komoly előírásoknak kell megfelelni, gondolom, hogy belföldi piacra kerülhessen bármilyen élelmiszer vagy ital. Én azt mondom, hogy most már azért vannak felelős élelmiszergyártók, akik odafigyelnek a minőségre, és most már az élelmiszerbiztonsága is egyre jobban. Ez több oldalból, egyik oldalról, hogy mi fogyasztók biztonságos terméket kaphassunk, a másik oldalról viszont tisztában vannak vele, hogy a saját renoméjuk fog károsodni, hogyha bármilyen élelmiszerbiztonsági vagy minőségi incidens történik a termékükkel, mert ha ezt felkapja a sajtó és a média, onnantól mindenki óvakodni fog a terméküktől, és egy elég komoly kommunikáció szükséges ahhoz, hogy újra bizalmat tudjanak érinteni a termékükben. A harmadik dolog pedig az, hogy tulajdonképpen, hogyha ilyen komolyabb élelmiszerbiztonsági problémák vannak, akkor a nagyobb áruházláncok nagyon könnyen kilistázhatják a terméket, és egyszerűen nem hajlandóak forgalmazni tovább. Ezért a kádas pelkó nem kerül a polcokra. Köszönöm szépen, hogy a vendégem voltál. Szívesen.
A multikulturalizmus és a tolerancia érvényesítésének jegyében isztambuli tanulmányi úton vehettek részt szerb, magyar, szlovák és egyéb nemzeti közösségekhez tartozó diákok és tanárok. Az illetékes tartományi titkárság projektjeinek legjobbjai egy hetet tölthettek el Törökország legnagyobb városában. Kolléganom Sós Georgina is a diákokkal tartott, nézzenek meg egy részletet úti beszámolójából. Köszöntöm a Pannon Televízió nézőit Isztambulból, kelet és nyugat találkozásának helyszínéről, ahol Európa és Ázsia összeér. A város 15 milliós lakosságán felül naponta több tízezren érkeznek azért ide, hogy megnézzék a város nevezetességeit, például a mögöttem látható Hagia Szófiát. Szemben pedig ott áll a kék mecset, kicsit odébb a Topkapi palota és a Bazilika ciszterna. Mindezeket a varázslatos épületeket és Isztambul sok más kincsét is megismerhetik a közelképből. De kezdjük az elején, és ugorjunk vissza Vajdaságba. Szerb, magyar, szlovák és egyéb nemzeti közösségekhez tartozó diákok és tanárok gyülekeztek október közepén Újvidéken, hogy nekivágjanak a nagy kalandnak. A tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi nemzeti közösségi titkárság projektjeinek legjobbjai ugyanis a multikulturalizmus és a tolerancia érvényesítésének jegyében bizonyított teljesítményükkel egy hetes kirándulást nyertek Törökország legnagyobb városába. Okviru projekta pokrajinske vlade pod nazivom Afirmacija multikulturalizma i tolerancije u Vojvodini i ove godine pokrajinski sekretarijat za obrazovanje propisa uprave nacionalne manjine nacionalne zajednice kao nosilac projekta organizuje edukativno putovanje. Učesnici ovogodišnjeg putovanja su četiri škole, tačnije četiri ekipe, srednja škola finalista ovogodišnjeg 15. ciklusa kviza koliko se poznajemo, kao i četiri najuspešnije ekipe pod projekta Kamp multikulturalizma koji se održava u Kanjiži. A fárasztó útra ne is pazaroljunk sok szót, inkább induljunk el a város felfedezésére. Isztambul látképének legmeghatározóbb pontjai a mecsetek és azok égbeszökő minaretjei. Mindközül a legismertebb a már említett Hagia Szófia, amelyet a bizánci császár Justinianus rendeltetésére építettek, 537-ben ortodox bazilikaként szentelték fel. 1453-ban mecsetté alakították át, majd 1935-ben az épületet Atatürk múzeummá nyilvánította. 2020-tól ismét mecsetként várja a turistákat. Az isteni bölcsesség temploma 1985 óta az UNESCO világörökség része. Eszméletlen az építésük a törököknek, és hogy így meg tud maradni. Hogy így megvigyázzák, ez durva, ez kincs. Szemközt áll a hasonlóan impozáns kék mecset, melynek kék csempés díszítése, hatalmas kupolája és hat minaretje az egyik legtöbbet fotózott isztambuli nevezetességgé tette. 1609 és 1616 között épült, azzal a nem titkolt céllal, hogy megmutassák, az iszlám építészet is képes monumentális alkotások létrehozására. Najviše mi se svidela plava džamija i stvarno je prelepi iznutra iz polja i stvarno vredi doći i vidjeti. Najviše mi se svidjela ta plava džamija, jako lepo ukrašena i sama veličina iznutra izgleda savršena. Bár ezeket a mecseteket a turisták is látogathatják, a szigorú vallási szokásokhoz nekik is alkalmazkodniuk kell. Nekünk nőknek ilyen kendőt vagy sálat kellett a fejünkre kötni, ugye ez egy tisztelet is. Illetve amikor beléptünk, akkor nem csak a nőknek, hanem mindenkinek a cipőt le kellett vetni, és nem is szabadott a szőnyegre lerakni a cipőt. Voltak ilyen szekrények, ahova le lehetett rakni, de mi kézbe vittük. És megmutatod, hogy kell ezt a kendőt föltenni? Igen. Hát én például így raktam fel, megigazítottam, hogy a hajam ne látszódjon ki, amennyire csak lehet is. A legismertebb mecsetek szomszédságában található a szultánok egykori rezidenciája. A több tucat épületet, bámulatos kerteket és az aranyszarvra néző kilátást kínáló Topkapi palota.
Első szakaszát még hódító Mehmed építette 1453-ban. Az őt követő szultánok egészen a 19. századig ebben a ritka és pazar környezetben éltek. Legjobban a palota tetszett, ott is a fegyverkiállítás. Láthattunk mindenféle néptől, meg mindenféle korból fegyvereket. Ez valamilyen gyűjtemény szerintem. Szintén az óváros központi terén található az elsüllyedt palotaként is emlegetett bazilika ciszterna, mely egy 336 szimmetrikusan elhelyezett oszlopból álló barlangszerű, sejtelmesen megvilágított, 532-ben emelt víztározó, 150 méteres mélységben. A turisták itt szinte teljes sötétségben botorkálhatnak a kanyargó ösvényeken, miközben a boltíveket és az oszlopokat hol piros, hol sárga, kék, zöld vagy lila színekkel világítják meg. És az isztambuli kirándulással kapcsolatban vendégem Sós Georgina, a Pannon RTV kiemelt szerkesztője. Szia Zsini, köszöntelek a közügyekbe. Szia, köszöntöm a nézőket. Először mondj néhány bővebb mondatot arról, hogy milyen projekt is volt, hát ugye multikulturalizmus és tolerancia, azért ez egy nagyon széles megfogalmazás. Igen, a bejátszás elején is röviden szó volt róla, hogy ez a tartományi kormánynak egy évek óta tartó projektje, és igazából egész évben tart. Az egyik része a tolerancia kvíz, amennyire ismerjük egymást. Ez a Vajdasági RTV-n futó kvíz műsor, amelyben középiskolás diákok vesznek részt. Ők versenyeznek egymással azzal kapcsolatban, hogy mennyire ismerik Vajdaságot. A másik része pedig a Tábor határok nélkül című vetélkedő, amit itt a Pannon RTV-ben is nagy részletességgel lekövettünk. Ez Magyar Kanizsán zajlik, és igazából ennek a két projektnek a legjobb diákjai kapták jutalmul ezt a tanulmányi kirándulást, úgyhogy ők és az ő tanáraik, az ő kísérőik, felkészítőik, a tartományi kormány ebben a projektben résztvevő munkatársai vehettek részt ezen a kiránduláson, aminek igazából az a lényege, hogy a különböző nemzetiségű és Vajdaság különböző területeiről származó diákok megismerjék egymást. Ugye itt voltak szerb fiatalok, magyarok, szlovákok, de volt például román származású, de szerbül kiválóan beszélő és a szlovákokkal barátkozó nagylány is, úgyhogy egy nagyon vegyes társaság volt, tényleg mindenféle területről. És a Pannon RTV is a vegyes társaságba azért beletartozott. És nagyon hálásak vagyunk a titkárságnak, hogy már második éve a Pannon RTV riportere is részt vehet ezen a kiránduláson. Tavaly ugye Rómában volt Nagy Dominika kolléganőm, és idén pedig akkor engem ért a szerencse, hogy ezen a kiránduláson részt vehessek. A Vajdasági RTV riporterével, illetve operatőrével együtt, tehát mi hárman voltunk a kis média csapat. Mondd el, hogy milyen volt a program, hát hova vittek el benneteket. Isztambul nem Törökország fővárosa, ezt azért el kell mondani, mivel Ankara az, de a legnagyobb és a leggazdagabb kulturális hagyatékkal rendelkezik. Volt mit látni, gondolom. Volt bizony, és hogy mekkora város, az akkor szembesültünk vele, amikor busszal elértük a város szélét, és utána még nagyjából két órán át mentünk csak a nagy felhőkarcolók, tömbházak és különböző környékek, negyedek között, mire beértünk a szűkebb központig. Tehát egy hatalmas város, én soha az életben nem voltam még, azt hiszem, ilyen nagyvárosban, és nagyon gazdag volt a program is, nagyon fárasztó, de nagyon gazdag, az azt jelenti, hogy minden áldott nap reggeli után elindultunk, és sorra vettük a nevezetességeket, egészen estig volt olyan nap, amikor éjfélkor értünk vissza vacsorázni. Egyébként Isztambulnak török, nem török, hanem magyar jelentőségű része is van, ide sikerült eljutnatok? Ami magyar vonatkozású rész volt, ahol eljutottunk, és aminek nagyon örültem, az Rodostó. Ugye ez a város, ez a Márvány-tenger partján fekszik, Isztambultól, hát egy kicsit távolabb. Ez egy trójai kirándulás alkalmával félúton ejtettük meg második Rákóczi Ferenc egykori villáját, ahol ő a számüzetése alatt 11 néhány éven át igazából élte az életét. És ez egy annyira
különleges élmény volt, amikor egy óriási isztambuli forgatagból az ember elmegy egy ilyen csendes tengerparti utcába, aminek második Rákóczi Ferenc a neve, tehát ez egy magyar nevű utca, és ott bemegy ebbe a mára-már múzeum átalakított házba, és magyar turistákat lát, magyar idegenvezetőket, és rengeteg piros-fehér-zöld zászlót mindenhol. Kicsit otthon érezted magad. Igen. Mi tetszett legjobban, vagy mi az, ami legjobban az érdeklődésedet lekötötte ezen az úton? Persze a nevezetességek közül is sok minden nagyon tetszett, nagyon élveztem a boszporuszi hajókirándulást, nagyon élveztem az a bazilika ciszterna, vagy elsüllyedt palota nevű helyet, ami egy nagyon misztikus és nagyon különleges hangulatú hely, de nekem ami valahogy a legjobban tetszett, hogy annyira más hangulatot ismertem, meg annyira másmilyen az élet, annyira másmilyen a hétköznapok lüktetése, hogy mi itt egy ilyen kisvárosban, mint Szabadka, ezt nem tudjuk megtapasztalni. Tehát az a forgalom, az az állandó hangzavar, azok a bazárok, az a rengeteg árus, az állandó tukmálás, hogy ezt vegyél, azt vegyél, kínálgatnak, de próbálnak mindenfélét eladni, alkudozni kell, minden pillanatban ott kell, hogy legyen az agyad, mert átvernek, mert egyszerűen kitolnak veled, vigyáznod kell magadra, vigyáznod kell az értékeidre, de közben nézed azt a rengeteg gyönyörű helyet, és próbálod befogadni azt a sok mindent, ami ott van előtted, azok a hatalmas méretek, azok a mecsetek egyszerűen olyan nagyok, hogy el se tudjuk képzelni. Tehát ennek az egésznek a hangulata így együtt, ami a legnagyobb hatással volt rám. Gyerekekre milyen hatással volt, ők hogyan szemlélték, mint ezt úgymond a nagyvilágot körülöttük így, hát ugye Vajdaság legnagyobb városa, Újvidék, de hát az is eltörpül Isztambul mellett. Igen, és mindig gyerekeknek mondom őket, de ugye középiskolásokról van szó, meg gimnazistákról, abból is az idősebbek, tehát 17-18 éves fiatalok, és mondtam is ott a tanároknak, hogy tényleg le a kalappal előttük, hogy elmerték hozni ezeket a kamaszokat egy ekkora városba, ahol tényleg bárhol bajuk eshet, és elveszhetnek, és eltévedhetnek, és minden bajuk bármi lehet, történhet. Bármi történhet. És nagyon szépen tudták tartani a tanárok azt az egyensúlyt, hogy engedjék is szabadon őket, hiszen azért mégiscsak már fiatal felnőttek, akik normális, hogy szeretnék megismerni ezt a várost, de azért, hogy vigyázzanak is rájuk, abszolút nem volt se veszekedés, se konfliktus, se semmilyen probléma, amíg ott voltunk. És ami még nekem nagyon tetszett, hogy ezek a különböző nemzetiségű gyerekek, fiatalok annyira jól kijöttek egymással, tehát abszolút nem számított, hogy ki milyen nyelven beszél. Volt, hogy angolul beszéltek egymással, hogyha éppen nem találták meg a közös nyelvet, de nagyon jól összebarátkoztak, és egy nagyon jó példa arra, hogy maga ez a tolerancia mennyire bennük van, az egy izgalmas kaland alkalmával derült ki, amikor is már Ázsia területén voltunk, a Dardanellákon lévő óriási függőhídon átkerültünk Ázsiába, teljesen lakatlan tájon, egyszer csak egy nagy durranást hallottunk a buszból, kiderült, hogy valamilyen meghibásodás, félre kellett állnunk egy ázsiai hűtőház parkolójába, tehát ez egy teljesen nonsens helyzet volt, és ahelyett, hogy a diákok ott elkezdtek volna unalmaskodni, pánikolni, bármilyen hülyeséget csinálni, beálltak a hűtőház dolgozói közé, és gyümölcsöt hordtak ládástól föl a kamionra, le a kamionról, közben zenét engedtek, kicsit táncoltak, barátkoztak, de hogy végig hasznosan töltötték az időt, egymásnak segítettek, és az ottaniaknak is segítettek, úgyhogy egészen fantasztikus diákok voltak, talpra esettek, barátságosak, nagyon jól éreztem magam velük. Tehát a multikulturalizmus itt telibe talált. Itt telibe talált. Egyébként ez a bejátszás, amit láthattunk a beszélgetés előtt, ez egy nagyobb műsornak a része. Mikor láthatják a nézők a Pannon RTV-n a közelképben az isztambuli kirándulást? Két darab közelkép készül, mivel ugye annyi mindent szeretnék megmutatni, hogy az egy műsorba bele se fér. Az első rész az most csütörtökön lesz, 16-án, a második része pedig szombaton, 18-án, és mind a két műsort majd vissza is lehet nézni a pannonrtv.com-on, illetve az is tervben van, hogy a két műsort egybeolvasztva egy hosszabb úti filmet is készítünk, azt pedig majd az ünnepi időszakban szeretnénk vetíteni. Hát ezt a legegészségesebb irigységgel fogom nézni, mert vagy 10 évvel ezelőtt megfogott engem is
és Törökország. Zsini, köszönöm szépen, hogy a vendégem voltál. Én köszönöm. Ez volt már a közügyek, köszönöm megtisztelő figyelmüket, holnap Kartali Rita várja önöket hírháttérműsorunkban. További kellemes estét kívánok, a viszontlátásra!